csánépek. Olákmentes szerveket kívánok! Hoztam egy tűrhető, számomra értékelhető csatát az Eagle 7-tel, az amerikai Prime 7-es meddel. A pálya Koreja. Három köcsög van a csatába. Na nézzük. Ja, és két zászlós mód. Na, AP a standard lőszerünk, 172-es pen, 240-es alfa. A goldunk ugyanúgy AP, ami ritkaság. 207-es pen, 240-es alfa, meg van benne heat repesz, és meglehetősen sok is. Na, nyomok egy speed boostot, én itt kezdek. Nem nagyon szerettem volna előre menni, megvárom, míg valaki valamit spotol, mert mégiscsak alja tírbe vagyok, és annyira nem szóval szeretnék előre mászkálgatni se. Megvan az ellenséges type. Na, ingyen kapott egy 2-10-et arcba. És én elszotyizok itt hátul, mert úgy vagyok vele, hogy én nem vagyok top tíres, nem izgat különösebben a balhé a legelején. Próbálok sniperkedősből megélni. Na, mindig nyomok egy speed boostot, mert egyre semmi nem történik, szépen kicsinálták ott a pipeinket. Na, megvan a VK30, mö, a 6-os German med. Nem rossz kis cucc egyáltalán, jó az a kis gépállat. 7-10-nél töltünk újra, mert meglehetősen sok. Ez vagy bement, vagy nem, elméletileg egy vaklövésem volt valamire. Na, 2-1, és megmutom a kemperkedést. Próbálok megyek segíteni a Mod 1-nek, meg a T-150-nek. Hát ez a három klikker, ez nem hiányzik. Lesz velük problémám, de ez a 2K plusz, ez nem egy rossz balhé szerintem. Semmi extra nem lesz benne, tehát semmiféle plecsni, csak számomra értékelhető kis matéria. És sajnálatos módon ez egy igazából egy Pershinghez hasonló cucc lebutítva 7-es szintre. Mozgásunk sem éppenséggel kielégít egy közepes tankhoz képest, inkább ilyen heavy mozgásunk van. És a Gun-tól sem esünk hanyat, pláne ezzel a DPM-mel. Ha egy kicsivel gyorsabb lenne a DPM, azt mondom, hogy rendben is van. Nem vagyunk sem egy Comet, sem egy Cromwell, hogy gyorsan lövöldözzünk. Az ágyú kezelhetőség nem feltétlenül olyan szar, mint ahogy kinéz. És ez a 7-10-es töltés ilyenkor problémás. Igen, kezdődik is. Elbasztam, tudom, most ez rohadt nagy szarba vagyok. Igen, én is mehettem volna körbe, de leszartam igazából. Kometnak innen nem sikerül már. Gyorsan föltettem a lánctalpat. Zúzunk előre. Gondoltam, tehát az autista az megint engem megtalált. Gyorsan le is loptam. Minimál HP-n vagyunk. Tudom, néha én is hülye játszok meg szarul, de hát... szemtől szemben semmiképpen nem mentem volna, sem az OI-val, sem a Hellcat-tel. Az akkor, hogy viszont flankelni nem nagyon tudok, mivel ez egy lassú megtank. Damage-ból kezdve is megélni. 8-3 megyünk, a csatát nem veszítjük el. És még szórom az OI-t, mint a állat. 2-46. Nagyon jó, gyorsan ki is csinálták. Nagyon fasza. Egy killnél járunk 1558 látható damage-nál. És hagyom a többieket érvényesülni. Úgyhogy hajrá, fiúk! Nyomunk speed boostot, meg elő is fog kerülni az egyik klikker valamelyik a sok közül. Domnak lefelé van ennek a tanknak egyedül csak mozgás kultúrája, és sajnos abszolút semmiféle páncéllal nem rendelkezünk. M12, azt nagyon elszórták a srácok. Az ágyú kezelhetőség nem rossz, csak meglehetősen sokáig szűkülünk egy 7-es medhez képest, tehát ez annyira nem harassú szerintem. Ezt azt sem tudtam, hogy lőttem el, de se baj. 2 killnél járunk 1908 damage-ra. Na, az S51 a szépen lesatgunozta szerencsétlen csóri leunkat. Nem nagyon lesz már nekem igazából semmihez közöm, úgyhogy gyorsan le is pörgetem a videót. Egy nézhető, értékelhető csata volt ezzel a két killel. Sajnálatos módon nagyon gyengére sikerült ez a SAS 7, nem azt mondom, hogy nem egy rossz gépállat, legénységképzésre alkalmas igazából, de nem rossz, de sokat nem lehet tőle elvárni. Formulásra, legénységképzésre jó, némi, azt mondom, hogy ha top tíresek vagyunk, van egy kis supportunk, akkor rendben vagyunk, de abszolút páncélzatlanok vagyunk. Nézhető kis csata volt, csánépek.